A Divízió 1 megnyerése után a HFL-be, vagyis a hazai amerikai futball első ligájába jutott az Eger Heroes. A csapat ennek megfelelően erősített, 4 amerikai játékost igazolt. A defense és az offense is 2-2 új játékost kapott. Köszönhetően a több mint duplájára nőtt költségvetésnek. Kiharcoltuk a jogot arra, hogy fölkerüljünk a HFL-be, ugye a legmagasabb ligába, és a csapat úgy választott, hogy mindenképpen szeretnénk elindulni, és azért, hogy jobban fejlődjünk, többet tudjunk tanulni, ezért a jobbakkal szeretünk volna versenyezni, és nem megvédeni a címünket a Divízió 1-ben. Úgyhogy ennek fényében úgy készültünk, hogy hozunk még importjátékosokat. Szeredi László edző számos játékos közül választotta ki az új csapattagokat. Amerikából 200 plusz játékos jelentkezett, hogy jöhetnek ide. Abból a komolyabbat, olyan 40 játékos interjút csináltam velük, és azokból a legjobb 4-et választottam. A Heroes-ban játszik ezen túl Aval Umaru, Christopher Murray, Austin Steele, és visszatért a korábbi quarterback Taylor Palmer. Valamennyien azt mondták, örömmel jöttek Egerbe, nagy kedvel vágnak neki az idénynek. Nagyon szeretem Egert, a csapat olyan, mint egy család. A falemberek mindent megtesznek a biztonságomért, hogy eredményes lehessek. Az idényre való felkészülés pedig jól halad. Az új felállású Eger Heroes szombaton már játszott egy edzőmeccset, ezt követi Kassán egy barátságos mérkőzés.